Nem egy egyszerű, de mindenki utólag rájött a fejére, hogy miért nem én találtam ki. A mi anyacégünk az Zigbee fejlesztéssel foglalkozik, főleg ipari környezetben, és mindig gondunk volt, hogy mindenféle külső, belső eszközöket kell ahhoz beszerelnünk, hogy működjenek a lámpák, és arra jutottunk rá, hogy ha a lámpában van elektronika, akkor miért ne tennénk be a Bluetooth-t. Körülbelül egy éve a Bluetooth 4.0-as technológiával foglalkozunk, nagyon-nagyon érdekel minket, nagyon hiszünk benne, de eddig főleg ilyen egészségügyi alkalmazásokra próbáltunk fejleszteni. Ez az első úgynevezett commerce piac, amire számolhatunk. Én jelenleg bekapcsoltam itt a lámpát, és körbe adjuk az iPad-et azzal a feltétellel, ha visszakapjuk, és mindenki tud játszani vele. Szerintem sokkal-sokkal érdekesebb az, mint hogy magyarázok róla. Lehet dimmerni rajta, lehet színeket változtatni, lehet rajta nagyon sok mindent tenni. Ha többfajta izzó van, akkor össze tudjuk párosítani, be tudjuk állítani izére. Most a középső színre van. És fantasztikus tulajdonságai vannak. Nagyon gyors a kapcsolás ideje. Egy készülékhez kb. 40 izzót lehet csatlakoztatni, illetve egy izzóhoz 4 különálló készülékkel lehet egyszerre párhuzamosan kapcsolgatni, majd a videófilmben meg tudjuk látni. Ami még érdekes az ötlettel kapcsolatban, hogy aki a Kickstarterre akarja föltenni a találmányát, azt nagyon-nagyon nem javasoljuk. Mi szinte jogi per alatt előtt vagyunk a Kickstarterre. Ilyen finoman azt fogalmaznék, hogy nem abból élnek, hogy az ötletet kiteszik, hanem abból élnek, amit nem tesznek ki. Igazából sok minden nem tudnék mondani, inkább várjuk a kérdést, illetve elindítanánk a videót. Hang nincs, de kép az a. Sima foglalatban ebben az E27-esre csináltuk meg most, betekered a Tesco-ban vehető izódat, és ugye az a 27 mm-t jelenti, tehát a 14-esben nem fér még bele, de az a további fejlesztésekben ennek mindenféle különböző verziói lesznek még ennek az izónak. Most egyébként elmegyünk a fehér izó, meg az RGB izó felé, és majd a színhőmérsékletet is lehet állítani. Tehát tulajdonképpen ez az első olyan, ahol tudom azt állítani, hogy most inkább ilyen kicsit keményebb színt akarok, vagy ilyen melegebb, lágyabb, sárgás fényt akarok. Ez a őrületen kívül. Tehát van olyan praktikus haszna is, ami lesz most, meg van már tulajdonképpen, hogy betiltják sorba a hagyományos izzókat, mint tudjátok Amerikában, tehát erre számítunk, hogy ez egy óriási nagy piac lesz az, hogy magát az izzót úgyis cserélni kell, akkor miért egy olyanra cseréljem, amit tudok kapcsolgatni. Akkor kérdés egy. Mikor és hol lehet megvenni mondjuk egy olyan 8 darabot? Itt hoztunk egy papírokat. Október végén. Gyakorlatilag október végén mi első szériát azt a saját honlapunkon keresztül fogjuk állni, illetve az Amazon.com-on. 25 dollártól indul, és 39,90-ig. Mi a különbség köztük? Hát a wattszámok, illetve csak fehér vagy RGB, hát így megy föl, tehát 5 watttól egészen a 16 wattig lesz. Mi ebből a saját fejlesztés? Tehát hogy csak az, hogy beleraktátok a Bluetooth-t, vagy a fényforrást is URL-tudok, és hogy mi a PIN-kódja? Nem. Igazából az alapötlet, ami nagyon egyszerű, az igazából az, hogy beletettük a Bluetooth-t, ilyen egyszerűen. Mi egy év a Blue-gigával velük dolgozunk, fejlesztjük azt a modult, ami igazából az egészet vezérli. Tehát egy éves fejlesztés van a szoftver írására, illetve a modulnak a kapcsolására. De rajta van a szoftver, tehát ha kapcsolódnék, le tudnám erről tölteni a szoftvert, és úgy beszélni, hogy nem, ez külön applikációra tesszük. És mi a PIN kódja az eszközben? Mindegyik 1-1-1-1 lesz, és utána az ügyfelünk először összepárosítja a készüléket, megváltoztatja ugyanúgy, mint hagyományos Bluetooth-t. Azt értem, hogy ez tök jó pofa, de biztos vannak olyan use case-ek is a fejetekben, ami nekem egyáltalán nem akar beugrani. Tehát, hogy azon túl, hogy vicces dolog a telefonomról állítgatni a lámpa színét, azon túl
Van ennek más ötlet? Sok olyan ötlet van, hogy ez augusztusban indult el, például az amerikai technológia oldalakon ennek a Bluetooth bárnak a félig meddig az őrületem. Nagyon sok ötletet kaptunk, például az Alzheimer korosoknak azt mondták, hogy milyen praktikus, hogy igazából a telefonján keresztül vissza tudja ellenőrizni, hogy lekapcsolta-e a lámpákat, nem kapcsolta le. Tud olyan funkciókat, hogy mikor hazamegyek, érzékelő a lámpa, vagy otthon vagyok, ezáltal ugye fölkapcsolja az előszobában. Ugye ebben a modulban beletettünk memóriát, illetve órát, tehát például be tudom állítani, ha nem vagyok otthon, hogy mondjuk minden este 7 óra, akkor kapcsoljon fel mondjuk a nappali, vagy a többi világítás, ilyen biztonságtechnikával. Voltunk Berlinben az IFA-n, ott ilyen fényművészekkel beszélgettünk. Ott ők például olyan szoftvert szeretnének írni rá, ugye, hogy a telefon mindig tudja, hogy kint milyen időjárás van, hogy van az ébresztés, és reggel úgy ébreszt, hogy nem hideg fénye, hanem tudja, hogy mondjuk kint ilyen hideg borús idő van, akkor egy melegebb sárgával fogja fölkapcsolni a reggeli világítást. Hülyeségnek hangzik, de erre Németországban komoly orvostudomány van. Illetve például egy olasz cég keresett meg minket, hogy ők tévére írtak applikációt, és hogy milyen jó, hogy amikor megnyomják a play gombot, akkor automatikusan ugye lekapcsolódik a világítás is. Miért van Bluetooth? A Wi-Fi? A Wi-Fi nem működik, tehát a Wi-Fi nem tudjuk megoldani. Itt azért 80 fok van jelenleg az izzóban is ezen a ledni, tehát egy 5 wattosnál is. Illetve ennek a Bluetooth 4.0 modulnak a legnagyobb előnye az, hogy igazából mindig alszik, tehát se nem fogyaszt áramot, se nem termel hőt, illetve aránylag kicsi, még így is milliméterekkel játszadoztunk. Egy Wi-Fi modul nem fér bele, illetve nem tud, tehát nincs nagy a fogyasztása, illetve akkor a hőt termel. Elnézést, off-topic, de hogy jutottatok a Kickstarterre? A Kickstarterre ugyanúgy, mint a többiek, tehát jelentkeztünk, beadtuk az adatunkat, volt egy amerikai barátunk, annak keresztül regisztrált, tehát az igazából nem a Kickstarter, nem érdekli, hogy magyar vagy, vagy amerikai, a kifizetési rendszert az Amazon.com csinálja, és ő ragaszkodik mindenképpen az amerikaihoz. Ha már Kickstarter, mostanában volt egy projekt, ami nagyon hasonlít, csak Wi-Fi-t használnak. Igen, hát pont ez miatt vagyunk pereskedve a Kickstarterre. Tehát a dolognak a lényege az, hogy amikor még Kickstarterre föltettük a videóanyagunkat, a leírásokat, az a Lifix-nél pontosan az jelent meg. Írtunk egy nagyon csúnya levelet a Kickstarternek, hogy ez hogy lehet, hogy a miénket elutasították azzal a jelszóval, hogy nem elég árt a termék. Ők meg gyakorlatilag az egy az egyben a mi videónkat és a képi megjelenítést és a leírást használva kihozott egy no-name termék, egy olyan terméket, ami nincs is. Később kiderült, hogy a Kickstarternél, hogy nincs a termék, levették, letiltották a Kickstarternél, sőt ki se fizetik a Lifix-nek. Elméletileg úgy tudom, hogy még a srác ellen eljárás is van, mert nem az az első ügye. Azt már bevallotta, hogy kamu az egész, hogy nem működik, hogy nem világít, semmi köze nincs a Wi-Fi-hez. Ha nincs kérdés, akkor mondanánk egyet, hogy ez egy ilyen 7 termékes portfóliónak az első része, és hogy lesz még egy-két ilyen meglepetés, ezt mondhatjuk már, hogy a füstérzékelős lámpa Amerikában kötelező minden helységben a füstérzékelő, és akkor villog meg az iPad-re, iPhone-ra küld jelet, lesz diszkó kit, ahol a hangvezérlet lámpa lesz, akkor röffi a konnektortól, ugyanígy vezérel Bluetooth-szal, szóval egy egész ilyen kis termékcsalád. És olyan lesz belőle, aminek megvannak a kis lábai, tehát hogy egy ilyen kis, én otthon összeszerelhetek belőle, mondjuk nem lámpát, hanem kit? Egy kis lábai, azt mondtad, hogy meg? Amivel ki vannak vezetve a vezérlők. Vagy ezek két formában ugyanez. Igen. Lábai nem lesznek, ezt be lehet csavarni, vagy nem, tehát hogy... Külön darabokban, tehát ugye a foglalat, a... Ja, igen. Azért nem ezt érintésvédelmét akartunk egy ilyet csinálni, hogy cserélhetők legyenek az alkatrészek, és belefutottunk ebbe az érintésvédelmi problémába, hogyha ilyen szétszerelt, akkor viszont bizonyos országban nem forgalmazhatnánk. Jó, elég Magyarországon. De kapsz egyet, jó? Utolsó kérdés, nem tudom mi a szabály. Szabad, vagy kitítsuk őket. Utolsó kérdés. Igen, ügyük. Én azt szeretném megcsinálni, hogy én nem csináltok hozzá egy adaptert, ami háza automatizáláshoz, hogy minden összenyomja. Azért is nem csináltunk adaptert, mert ugye a telefon az adapter. Egy olyan adaptert gateway-t csináltunk, ami hogyha távolról valaki mondjuk akar irányítani, mondjuk innen be akarom kapcsolatban a világítást, akkor tudja, az kapcsolódik a Wi-Fi-re, és akkor azon keresztül adja, de maga a telefon az adapter. Ez
gyors kérdésem, hogy lesz nyilvános API-ok, amin keresztül esetleg lehet hozzáírni. Mi kiadjuk az SD-ket, és bárki bármit írhat hozzá, így van. Köszönjük.